Hamarosan itt a szilveszter, melyre már megvásárolhatóak a pirotechnikai eszközök, mint minden évben úgy idén is óvatosságra int a rendőrség. Ezzel együtt kiemelik, hogy petárdázni továbbra is szigorúan tilos. Azon túl ugyanis, hogy életveszélyes a használata, 150 ezres bírsággal is gazdagodhat az, aki ilyet durrogtat. Sok hazai városban indítottak petíciót a tűzijáték betiltására is, melyre önkormányzati döntés esetén van lehetőség, tudtuk meg egy helyi szakértőtől. Bérces Viktor elmondta, hogyan és milyen intézkedésekkel korlátozhatja, vagy akár tilthatja be az önkormányzat helyben a pirotechnikai eszközök használatát és árusítását. Természetesen az önkormányzatok a saját illetékességi területükre kiterjedő hatállyal hozhatnak ilyen rendelkezéseket, ez az alaptörvényből és az önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseiből is következik. Ez egy helyi közügynek minősül, és ilyen esetekben a képviselőtestületnek rendeletalkotási joga van. Természetesen ilyenkor nyilván azt vizsgálni lehet, hogy esetleg nem áll-e ellentétben a rendelet mondjuk egy magasabb szintű törvény szabályozásával, vagy mondjuk nemzetközi egyezménnyel, de ebben az esetben ez föl sem merülhet problémaként. Eddig csak Tata önkormányzata élt a tiltás lehetőségével. Nálunk Fehérváron ugyan nem lesz városi fényjáték, azonban magánszemélyeknek továbbra is engedélyezett a tűzijátékozás. Péntek estig tart a háromnapos futballfesztivál Fehérváron a Vokcsarnokban. 40 órán keresztül rúgják a bőrt a csapatok. Szerdán az amatőrök és az öreg fiú küzdelmét kísérhették figyelemmel a rajongók. 22 évvel ezelőtt a kupán többségében székesfehérvári csapatok vettek részt, ám később jelentősen csökkent a helyiek száma a mérkőzéseken. Juhász László főszervező így külön örül annak, hogy az amatőr kupa mezőnye idén újra többségében székesfehérvári csapatokra épül, de a profi kupában is több helyi csapat lesz az elmúlt évekhez képest. 16 csapatos amatőr kupa küzdelmeivel kezdődött a torna, és ez külön öröm számomra, hiszen kifejezetten az amatőr kupát a torna történetében először idén hirdettünk meg, és rögtön 16 csapat jött össze, és ez azért öröm számomra, hiszen a profi kupában nagyon sok már nem fehérvári csapat volt, ami szintén jó dolog, de én azért annak örülök, hogy Fehérvár és Fehér megyei csapatok vannak többségében, és az amatőrkupa tökéletesen jó erre. A focikupa győztesei a Serlegen kívül értékes nyereményeket is kapnak, emelte ki Juhász László. Az eredmény hirdetés pénteken este lesz. 8 óra 22 perckor, tehát 20 óra 22 perckor lesz az eredmény hirdetés, és gyakorlatilag pénzjutalom van az első három helyzetnek, de 5 kupa zajlik a fesztivál keretén belül, és mind az 5 kupa tekintetében vannak díjak. A mai győztesek például 10 darab labdát nyernek, illetve a Mol-Fehérvár felajánlásából a Fehérvár legjobb fehérvári csapat tavaszi 100 óra szóló meccsbérletet. A fesztivál csütörtökön a profi kupa csoport mérkőzéseivel folytatódik. Pénteken reggel az U11-es korosztály, majd a női csapatok vezetik fel a profi kupa egyenes kieséses szakaszát. A Mol-Fehérvár FC szakmai stábja és az RBD közötti gálamérkőzés az esti órákban várható. A foci drukker nézőket egészen péntekig várják a Vokcsarnokban, ahol tombola sorsolásra is sor kerül. Erre 500 forint befizetésével lehet jelentkezni a helyszínen. A legtöbb faház a két ünnep között és szilveszterkor is nyitva tart a belvárosban. Az árusítóhelyek engedélye január 1-ig szól, ezt pedig sokan kihasználják, hiszen a szilveszter napján várható jó idő sokakat a városba csábít majd. 31-én még nyitva leszünk, 1-én ez a faházunk már nem lesz nyitva, de a másik faházunk az 1-én is kinyit, és ameddig igény van rá, amíg jönnek az emberek, nyitva tartjuk. Az időjárás nem volt kegyes december első két hétvégéjén, így több helyen is forgalom csökkenésről számoltak be. Picit visszaesett a forgalmunk az előzőkhöz képest, igazából az időjárás sem volt sajnos túl kedvező nekünk, az első két-három hétvégén sűrűn eső esett, nagyon fújt a szél, de az a tapasztalat, hogy amikor kellemes az idő, nem esik az eső, akkor jönnek az emberek és van rá érdeklődés. Palminger Edest Angyánál is az első két decemberi hétvégén volt pangás, a többi hétvégével azonban behozták a kiesést. Várakozásról felülmúlt egyébként az első két hét, az nagyon rossz volt, mert az időjárás az nem engedte, hogy aki jó forgalmat bonyolítsunk. Nagyon sokat esett az eső, fújt a szél, de egyébként a látogatottság a délutánonként várakozáson felülmúlott. Legalábbis nálunk a vendégeim minket sokat meglátogattak. A legtöbb faház este 9-10-ig nyitva tart a forgalomtól függően a következő napokban is. Szilveszterkor jön még egy utolsó nagy hajrá, utána viszont 11 hónapra búcsút kell vennünk a karácsonyi vásártól. Ismét fájó veszteség érte a város közösségét, életének 67. évében elhunyt Vinicai Tibor.
Vinicai Tibor 1956. szeptember 6-án Székesfehérváron született, és egész életében ez a város volt az otthona, az a bázis, ahova mindig visszatért. Tanulmányai során agrármérnöki és külgazdasági diplomát szerzett, mindkét pályán ki is próbálta magát, majd pedig gazdasági területen dolgozott élete során. Üzletemberként ismerték a legtöbben, aki nem félt új területekre kitekinteni, és országhatárokon, sőt kontinenseken túli gazdasági érdekeltségeket kiépíteni. Számos ötlete kezdeményezése volt a helyi közösség életét érintően is. Ezt sokáig magánemberként tette, hiszen bár 1988-ban alapító tagja volt az MDF-nek, közéleti szerepet sokáig nem vállalt. 2006-ban lépett hivatalosan is a helyi közösség szolgálatába társadalmi megbízatású alpolgármesterként, majd a ciklus utolsó hónapjaiban Székesfehérvár lemondott polgármesterét helyettesítve vezette, szervezte a város életét. A labdarúgás örök szerelem volt életében, fiatal korától kezdve játszott, és amíg egészsége engedte, kortársaival közösen még idén is pályára lépett. A sportágat szakvezetőként is segítette, volt a Videoton FC ügyvezető elnöke, illetve a Fejér megyei labdarúgó szövetség elnökségi tagja. Egyénisége, világlátása, tapasztalatai és ötletei révén vele mindig inspiráló beszélgetések részesei lehettünk. Bár közéleti tevékenységét az üzleti életre cserélte az elmúlt évtizedben, de igazi lokálpatriótaként mindig foglalkoztatta szeretett városa, Székesfehérvár fejlődése. Különösen szívén viselte a nemzeti emlékhely sorsát, városunk páratlan történelmi múltjának megőrzését. Vinicai Tibort, városunk egykori alpolgármesterét, Székesfehérvár önkormányzata saját halottjának tekinti, és fájdalmukban osztozva ezúton is kifejezi őszinte részvétét családja, szerettei felé.